Sziasztok, vannak fejlemények a gálikos esettel kapcsolatban, és úgy gondoltam, hogy mivel tényleg nagyon-nagyon sokatokat érdekel, az tegnapi videót már közel 20 ezerre láttátok pár óra alatt, ezért készítek következő részt. Gondolom most már azért az emberek nagy része tudja, hogy miről van szó, nem vesztetetek sokat, ha nem, de bárhol utána tudtok járni, igazából szinte a csapból is ez folyik. Lényeg a lényeg, én reggel arra keltem, hogy nem találom a TikTok profilját, erről készítettem is TikTokra egy videót, hogy törölte magát, de sokan kommenteltek, hogy nem, Ricsi nem törölte magát, én látom. Live voltam reggel TikTokon, és valaki írta, hogy ha rákeres magára a névre, akkor neki adja ki, viszont más videók alatti említésekből meg megtalálja. Ezért én is megnéztem, látjátok, beírom, hogy Gálik úr semmi, de mondjuk itt megnyitok egy fanoldat és itt az egyik videóból megnyitom a profilt, akkor meg láthatjuk. De nem ez az ok, amiért a mai videó elkészül, hanem ez az Insta Story. Na, mint látjátok, 11 óra 15 van, és Instagramon 42 perce gálikúrnál kikerült egy ilyen Insta Story. Közlemény a napokban megjelent, egyébként választottam videóban látható ember nem én vagyok. Ez egy módszeres, aljas eszközökkel végrehajtott karaktergyilkolás, ami zajlik jelenleg. Dolgozunk az ügyön, és megtesszük a szükséges jogi lépéseket, hogy fény derüljön az igazságra. Rendőrség már megállapította, hogy a felvétel nem rólam készült. Ebben a nehéz helyzetben is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik velem vannak és támogatnak. Gálik úr hamarosan visszatér. Ez nagyon-nagyon sok szempontból is érdekes, ugyanis Tegnap semmilyen reakció nem jött erre, kirakott egy sztorit, aztán azt egyből le is törölte, TikTokon is letiltotta hozzászólási lehetőségeket, ugyanígy Instán is, illetve a legjobb barátai két TikTokossal is nagyon jobban van Karcsival és Tinával. Mind a ketten töltöttek fel videót, de egyikük sem azzal a szöveggel, hogy nem Gálik csinált ezt a videót, hanem hogy őket hagyják ki belőle. Nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogy mi sül ki ebből, Iron is ez volt, hogy nem ő volt, nem ő volt, azóta ő eltűnt, meglátjuk, hogy most ezzel a szituációval mi fog történni. Én tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki ebből, írjátok le a kommentbe, hogy szerintetek mi lehet az igazság, kíváncsi vagyok a TV véleményetekre is. Köszönöm, hogy megnéztétek, ez csak egy ilyen gyors helyzetjelentő volt, szép napot mindenkinek, sziasztok!